Sziasztok! Tavaly nagyon szerettétek a Vissza a suliba témájú videóimat, úgyhogy idén sem hagylak inspiráció nélkül, mielőtt a suliba indulnátok. A legnépszerűbb videóm tavaly ebben a témában az emojis füzetborító, amit ide kattintva nézzetek meg, ha még nem láttátok, illetve az én kedvencem a cicás ceruzatartó egy chipses dobozból, nekem ez volt a favoritom. Írjátok meg, hogy nektek melyik, és remélem, hogy ez a videó is nagyon fog nektek tetszeni, úgy, mint a tavalyiak. Most egy különleges havi tervezőt fogok készíteni, nagyon egyszerűen egy átlagos parafatáblából, amit én a Kikában szereztem be, illetve egy kis akrilfestékkel kezelem, és meglátjátok, hogyan varázsolom egy álomszép tervezővé, amire érdemes tervezni a hétköznapjaitokat, és mindent akkor rendben, lemaradás nélkül tudtok majd teljesíteni, ha újra elkezdődik az iskola. A parafatáblán kívül készíts elő még színes papírokat, feliratokat, ezeknek a letölthető linkjét meghagyom az infoboxban, színes akrilfestéket, ollót, csipeszt, ecsetet és egy kevés vizet. Ízlésed szerint fest ki a parafatáblát valamilyen vidám színre. Én most egy színátmenetet festettem. Színes papírokból vágjál le 31 darabot úgy, hogy keresztben 5 darab pontosan kiférjen. Ezeknek a színét is variáltam, hogy még vidámabb hatása legyen majd a végeredménynek, a tábla tetejére pedig fölragasztottam két csipeszt, ami a hónap nevét fogja tartani. A napokat vidám aranyszínű kis rajzszöggel rögzítettem, a napok számait pedig felírtam egyszerű fekete filctollal. Kész is voltam, kezdődhetett a fontos dolgok találkozó beírása. Minden hónap elején cserélgetned kell majd a papírokat és a feliratot, de ez körülbelül 5-10 perc alatt megvan, ez alatt pedig pont átgondolhatod, hogy mi lesz a fontos neked ebben a hónapban. Ha elkészítettétek ti is ezt a különleges havi tervezőt, akkor feltétlen töltsétek fel Instagramra vagy Snapchatre, mindkét helyen Csorba Anita felhasználó név alatt találtok. Hogyha Instagramra töltitek fel, akkor még hashtageljétek is az én inspirációm hashtaggel, mert ott gyűjtöm mindenkinek az inspirációját, és így tudtok engem ti is inspirálni. Iratkozzatok föl csatornámra, hogy le ne maradjatok a következő részről, és még jelezzétek nekem egy lájkkal is, ha szeretnétek még több ilyen vissza a suliba inspiráló videót, hogyha eléri ez a videóm az 1000 lájkot, akkor nincs más hátra, mint még fogtok kapni ilyet. Legközelebb is találkozunk, sziasztok, szép kreatív napot!